Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható augusztus hónapban? Ezt megnézzük ennél a kivetésnél. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi jóslást, például, hogy mi vár rád augusztus hónapban, a díjam 4000 forint. Megemlíteném azt is, hogy vannak új felvételeim, ahol mutatom a kártya gyűjteményeimet. Ezzel mutatni akarom, hogy melyik csomagban milyen kártyák vannak. Akkor ez megkönnyíti a vásárlást, tudjátok akkor már előre, hogy milyen képek vannak a kártya csomagban. Kitérek a Lenormand kártyákra, a cigány kártyára, a kiper kártyára és a táró kártyára is. És most megnézzük azt, hogy mi várható augusztus hónapban. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, melletted ez a férfi utal a lelki társadra, vagy utal a férfiakra. Az ő gondolataiban megjelennek ezek a kártyák. Itt a horgony jelentheti azt, hogy számára fontos a biztonság érzete, ahol le tud horgonyozni. A horgony jelenti gyakran a munkát, a hivatást is, ez lehet nála egy munkahelyi változás. Itt a kereszt utalhat az ő hitére, de jelenti a döntéseket is, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. A gondolataiban megjelennek az egerek, és ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Lehet, hogy elveszíti a munkáját, mert az egerek ezt eltávolítják, és lesz egy változás, egy munkahelyi változás. De az egerek az ő gondolataiban jelenthetik azt is, hogy fél attól, hogy elveszít téged. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezek a kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt a ház jelenti az otthonodat, vagy a családot. A virágcsokor, hogy te megszépíted az otthonodat, vagy valaki meglátogat téged, és kapsz egy ajándékot. Itt a csillagok jelentik a szerencsét. Arra is utalhatnak a kártyák, hogy megvan a kreatív tevékenység, vagy egy spirituális terület, és otthonról szeretnél dolgozni. Ez a férfi ebbe az irányba tekint, és valamit szeretne tisztázni, ami a szerelmet illeti. Ha te egy hölgy vagy, akkor ebbe az irányba tekintesz. Itt vannak az álmok. A halak jelenthetik a jólétet, de jelentik a belső értékeket is. Szeretnél valamit tanulni, vagy a képek arra is utalhatnak, hogy zárkózott vagy visszahúzódó. És most megnézzük azt, hogy mi történik az egyes hetekben. Első hét augusztus hónapban itt felül látható. A hegyvidék jelentheti a hegyvidéket, például egy kirándulást a hegyekbe. De ez a kártya gyakran jelentheti az ő hideg, rideg tartását, mint egy szikla, vagy jelenthet problémákat, nehézségeket is. De itt vannak az egerek, felfalják a hegyet, eltávolítják a problémákat, és akkor itt van a mozgás, a csevegés, sőt, lesz egy szerencsés fordulat. Az egerek el tudják a felhőt is távolítani, mindazt, ami átláthatatlannak tűnik. De azért légy óvatos, mert valaki közeledik hozzád,
És itt ez a kártya azt jelenti, hogyha valaki tudatosan meg akar bántani téged. Az lehet, hogy valaki szeretne meglátogatni, de nincsenek itt jó szándékok. Sőt, azt is jelenthetik a kártyák, hogy ez a személy, itt egy hölgy van, de lehet egy férfi is, eltávolít valamit az otthonodból. Például, hogy ellop valamit. A hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat, vagy a reményt, hogy az egerek segítenek, eltávolítják a problémákat, a felhőt, mindazt, ami átláthatatlan, és eltávolítják itt az ostort, ami fáj, vagy valaki szeretne fájdalmat okozni neked. Második hét, augusztus hónapban itt látható. A gólya jelenti a változásokat, és itt a kereszt azt, hogy itt lesznek döntések, melyik irányba kellene tekinteni. A csillagok jelentik a szerencsét, itt lesznek jó kapcsolatok. Ilyen régi témák lezárulnak, hiszen a kasza elvágja a koporsót, és a gyermek jelent egy új kezdetet. Itt a fa és a kígyó mindkettő jelentheti az egészségügyi témát. Lehet, hogy ezen a területen dolgozol, vagy ő dolgozik ezen a területen, és akkor lesz egy munkahelyi változás. Azt is jelenthetik a képek, hogy valaki beteg volt, de itt lesz változás, szerencse, javul a helyzet, megvan a gyógyító erő. Ez a kígyó lehet egy hölgy is, és változik a hozzáállása, vagy közeledik hozzád. Ilyen régi témák lezárulnak, lesz egy meglepetés, a kapcsolat ezzel a hölgyel kellemes. Harmadik hét, augusztus hónapban itt látható. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Ebben az esetben a medve egy személy, akinek szava van, aki döntéseket tud hozni. Itt van a barátság, tehát a barátilag kezel téged. A horgony lehet a munka, a hivatás, és ebben az esetben a torony lehet egy nagy cég, vagy jelentheti valaminek a kiépítését. Itt a barátok segítenek, és a medve jelentheti az erőt hozzá, hogy ezt ki lehet építeni. Itt lesz egy jó ajánlat, ami a munkát illeti, vagy lehet egy kreatív tevékenység is. Az utak jelentik a döntéseket, hiszen itt tekintesz több irányba, és elgondolkozol azon, hogyan tovább. Itt van a nyilvánosság, mások észrevesznek téged, megvannak a sikerek, itt tisztázódnak bizonyos dolgok, de itt van a ravasz róka. Légy óvatos döntéseknél, hiszen ez alatt az idő alatt ez lehet például egy rossz döntés. De a ravasz róka lehet egy személy is, aki figyelget téged, hogy milyen döntéseket fogsz hozni. Vagy látja azt, hogy megkapod a nyilvánosságon az elismerést, és irigy rád. Sőt, lehet, hogy ártani akar neked. Itt ezek a képek egy vonalban vannak. Ez a hamis személy meg akar bántani téged, de ez lezárul. A koporsó viszont jelentett régi kapcsolatokat is, hogy valaki újra jelentkezik nálad, kíváncsi, hogy milyen terveid vannak. Utolsó hét, augusztus hónapban itt látható, megvan a közelség, lesz egy jó hír, kiderül az igazság, megvan a vonzalom kettőtök között, szerencsét lesz a szerelmi élet területén. Itt vannak nálad az álmok, a vágyak, és légy magabiztos,
hogy te értékes vagy ahhoz, hogy ez az álom megvalósuljon. A könyvek azt jelentik, hogy vagy lesz egy továbbképzés, lehet, hogy ez a terved, de jelentheti a zárkózottságot is, hogy ne beszélj az álmaidról, a vágyaidról, a terveidről, hiszen valaki úgy figyelget, le akar beszélni erről, vagy ártani akar neked. Összefoglalnám, hogy mi történik augusztus hónapban. Vannak problémák, valami még átláthatatlan, valaki közeledik rossz szándékokkal, de az egerek ezt eltávolítják, lesz egy szerencsés fordulat, itt van a remény, lehet egy új irány vagy új kapcsolatok külföldön. Megvan a gyógyító erő, van egy másik hölgy is, aki szintén útban van hozzád, de ez a hölgy segít neked. Lesznek szerződések, lesz egy új kezdet. Ami a munkát, a hivatást illeti, itt ki lehet valamit építeni. Fontos döntéseket hozol, sikereid vannak, de valaki figyel téged és irigy rád. Ami a szerelmet illeti, ő tervez, valamit ír neked, látni akar téged. Javul az anyagi helyzet, vannak vágyak, álmok, elképzelések, de légy óvatos, mert valaki kíváncsi, tudni akarja azt, hogy mit tervezel, lehet, hogy ezt meg akarja akadályozni, ezért légy inkább zárkózott. És ez volt a havi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Vannak új felvételeim, ahol bemutatom a kártyákat, és akkor ez nem egy meglepetés, hanem látod azt, hogy melyik csomagban milyen kártyák vannak. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!